A Flash központ parkolójából indult a Gurula város harmadik alkalma, majd a Szigetköz piknikre érkezett meg a több száz biciklis péntek kora este, ezzel aztán kezdetét vette az idei Szigetköz piknik, amit immár hatodik alkalommal szerveztek meg. Az esemény egy év kihagyás után költözött vissza eredeti helyszínére, a Vártóhoz. Körülbelül olyan 6-7 évvel indult ez a rendezvény, és mindig is ide terveztük a Vártó környékére. A tavalyi év az energiaválság miatt kellett a költséghatékonyság szempontjából a Flash központhoz vinni, de idén visszatértünk, ugyanolyan erővel, mint eddig. Az idei esztendőben is a gasztronómia került a főszerepbe a hétvégén, a Food Truck Show-nak köszönhetően. A Food Truck Show-t a Magyar Street Food Egyesület álmodta meg 10 évvel ezelőtt, ahol elsődleges cél az volt, hogy összefogják az ország új hullámos büfékocsijait. Az Egyesület mára már több mint 200 büfékocsit fog össze, akikkel járják az országot és különböző street food ételeket mutatnak be a közönségnek. Mosonmagyaróvárra ezúttal 23 autóval érkeztek, köztük új és visszatérő vendéglátókkal. A Smoky Monkeys Barbecue visszatérő kiállító Mosonmagyaróváron, akik az autentikus amerikai barbecue különlegességeket kínálták. A szokásos felhozatal mellett, amivel készültünk, még az a marhaszegy, az a különleges, illetve a marha nyelv, ami különlegesség, de a szokásos, tehát a klasszikusok, az általános klasszikus, a pulled pork szendvics, a marhás szendvics, a csirkés szendvics, a vegyes tálak, az oldalas, a kolbász, minden ugye barbecuezva, ilyeneket készítettünk. Ebben a büfékocsiban a lágyan olvadó raclette sajtot kaparják éppen a szendvicsre. A raclette by Lily Truck ételei nagyon népszerűek voltak a mosonmagyaróváriak körében. Mi nagyon finom francia raclette sajtot olvasztunk, amit vagy egy ilyen apró szemű héjas burgonyára gyakorlatilag kaparunk rá, mert hogy a raclette szó önmagában kaparást jelent. Tehát ezt vagy egy ilyen apró szemű héjas burgonyára húzzuk rá, savanyúságokkal, feketeerdei sonkával, szarvasgombás olajjal, cizelláljuk, illetve vannak szendvicseink is, ott pedig próbáltunk így támpontokat adni a kedves vendégeknek, hogy szerintünk milyen kombinációk valók, de egyébként saját szájízre is abszolút lehet variálni őket. A Burger M idén először érkezett városunkba, akik ezúttal az átlagos, egyszerű szendvicseket kínálták. Alapjáraton a Burger M-nél kettőféle kettő variációi burgerünk van, a Simple Burger, Simple Cheeseburger és a Not Basic Burger, és ezeket tudjátok menüben kérni sima sült krumplival, illetve az All in Fries-szal, ami egy ilyen nagyobb kaliberű menü lenne. Miért éppen erre esett a választás? Ezt keresik a legjobban az emberek? Szerintem egyébként a Smash Burger az ugye most így 2024-ben az egyik legnagyobb visszajövő terméki a street foodban, és azok után, az évek után, hogy mindenki újat próbál behozni, szerintem ez a teljesen basic megoldás az, amire az emberek vágynak, hogy ne kelljen keresni a minél cifrábbakat, hanem valami biztonságos megoldást találjanak az ebédre, vacsorára. Isten hozta, bátyám urom! Ha jaj, de örülök, hogy látom! Az ételek mellett pedig természetesen a szórakozás is fontos szerepet kapott a hétvégén. Szombaton és vasárnap is egésznapos gyermekprogramokkal, kirakodóvásárral, steakkoncertekkel várták az érdeklődőket, aminek keretein belül fellépett többi között a Merry Go Round, Kunavali és testvérei, vagy éppen a Méz zenekar. A koncertek után pedig az estéket a szabadtéri mozival zárták, ezúttal a Várárokban. Az idei évben pedig újra csatlakozott a rendezvényhez a Szigetközi Szatyorvásár is. Különleges alkalom, pontosan van különleges időpont, ugyanis ez egy délutáni vásár. Próbáltunk a Food Truck Show-hoz alkalmazkodni, illetve a Szigetköz piknikhez, és ezért jelentünk meg most kivételesen délutáni időpontba itt Mosonmagyaróváron. Mennyi árus jött most el ide, és miért fontos, hogy csatlakozzatok ehhez a piknikhez? Itt most egy kicsit kevesebben vagyunk, 25 árus jött el erre a rendezvényre, ez egy kicsit tesz számunkra is, hogy fogadja a közönség ezt a délutáni vásározást. Illetve hát úgy gondoltunk, hogy a food truck az a minőség ebbe a gyors éttermi ételekbe, és hát akkor, hogyha minőség, akkor nekünk is itt kell lennünk a helyi termékekkel természetesen. A Szigetköz piknik az idei évben is sikeresnek bizonyult, így a jövőben is megszervezik majd a Food Truck Show-t, városunk legnagyobb gasztronómiai eseményét.